Első alkalommal vehették birtokba a gyerekek a Koroncó melletti horgásztavat. Az első torma léghorgásztáborban a kicsik elsajátíthattak minden olyan tudást, ami a horgászathoz szükséges. Kitaláltuk az egyik barátommal, hogy szervezünk egy ilyen horgásztábort a gyerekeknek, hogy elég sok kisgyerek szeretne horgászni, meg így a nyára táboroztatásnak az ideje, és úgy gondoltuk, hogy megszervezzük, kipróbáljuk, és tök jól bejött egyébként. Nagyon nagy sikere van, úgy néz ki. Most van az utolsó napunk a táborba. A verseny zajlik éppen, amit a srácok a héten megtanultak, illetve amit próbáltunk nekik segíteni, azt most válthatják idézőjelbe számszerű eredményé. A napközis táborban a gyerkőcök megtanulhattak horgot és csomót kötni, és elsajátíthatták a különböző horgászati technikákat. A mostani turnusban 15 kis horgász jött össze. Érdekesség, hogy nem csak fiúk, hanem lányok is jelentkeztek a táborba. Van hál' Istennek lány versenyzőnk is, és van már lány jelentkezőnk a harmadik turnusra is, úgyhogy nagyon örülünk neki, hogy a lányok is mernek jönni. És hát van olyan tényleg, aki ide jött a tábor elején, és nem tudott még idézőjelben rendesen dobni se, de nagyon sokat tudtunk segíteni neki azzal, hogy még eredményesebb legyen, még ügyesebb. Híradónk ott járt, akkor éppen a zárónapi horgászverseny zajlott. A koroncói horgásztavon ki nagyobb, ki kisebb sikerrel fogta a halakat. Én fogtam egy kárászt. És te mit fogtál? Én kárászt, de már elkött egy ponty meg egy kárász is. Egy nyurgát, egy szép kis nyurgát. Kenyérre jött vízfelszínen. Hányadik halad ez ma? Nem tudom, 7-8-9. Akkor jól látsz a versenybe? Hát igen, eléggé. Zigrigre jönnek nagyon kenyérrel. A gyerkőcök láthatóan jól érezték magukat a táborban, amiből egyébként még két turnus lesz az idei nyáron Koroncón.